Major Lajos és Német Tibor a Nóta Klub vezetői kedden sajtótájékoztatón harangozták be a november 9-én a Hevesi Sándor Művelődési Központban nyíló tüttős kiállítást, amely a Nóta Klub eddig elért eredményeiből a dízelítőt, oklevelek, újságcikkek és fényképek formájában. November 14-én szombaton pedig a jubileumi Nóta Esten mondanak köszönetet szerető közönségüknek a sok támogatásért. Hosszú-hosszú évek óta együtt vagyunk, és talán ami a legfontosabb, és ami számunkra a leglényegesebb, hogy a közönségünket ennyi ideje maradéktalanul ki tudjuk szolgálni, azon kívül pedig az, hogy mi együtt vagyunk, így 18 már ennyi év óta és nagyon kevesen este ki közülünk. Ez egy óriási dolog, és nagyon örülünk neki, hogy ezek az idős emberek még ennyire együtt vannak, és szeretetben tudjuk ezt a nagyon szép műfajt művelni. A Hevesi Sándor Művelődési Központ színpadán mintegy három és fél órás műsorral szórakoztatják a nagy érdeműt. A régi dalok slágerek mellett több új nótával is készülünk. Tudtuk meg Major Lajostól. Itt el fog hangzani 45 magyar nóta, csak mi tőlünk, a klubtól, szólistáinktól, 8 operett, illetve 4 filmsláger, plusz az a vendégművész még, mit ad elő, az itt fog kiderülni majd a színpadon. Természetesen most is készültünk meglepetéssel. A tüttősökön kívül Nánási Lajos életműdíjas nóta énekes produkcióját hallhatják az érdeklődők. Az énekeseket Szalai Antal és Cigányzenekara kíséri.